Szia, szeretettel köszöntelek, és ma este újra folytatódik az apró érdekességek sorozat. Arról már beszéltem, hogy a Majális című kép Beszényei Mesepálnak nem aratott nagy sikert, és most újra visszakanyarodnék ehhez a képhez. Ezt a képét is műteremben festette meg, tehát attól függetlenül, hogy ha ránézünk erre a képre, mit látunk? Csupa szín, fény, pompa, emberek, már úgy értem, hogy pompa, hogy vibrál ez az egész kép, ugye a színei által, a fények által, és azt gondolod, ha ránézel, hogy ez egy szabadtéri jelenetet ábrázol ez a kép, és valóban ezt ábrázolja, na de ez a kép, és itt az érdekesség, nem szabadtéren készült, hanem műteremben festette meg színjei a Majális című képét, és ez a kép elkerül egy kiállításra is, illetve a Magyar Nemzeti Múzeumnak akarta színjei adományozni ezt a képet, de a múzeum nem fogadta el. És abban a korban nem aratott sikert ez a képe. Úgyhogy ez elég nagy csalódás volt számára, és hát ennek ellenére azért folytatta tovább a festészeti karrierjét. 1572-ben visszatér újra Münchenben, hiszen volt előtte egy megszakítás a tanulmányaiban, amikor ugye édesapját kellett kisegítenie, és hát a tanulmányait ettől függetlenül folytatja tovább. Viszont 1887-ben elválik feleségétől, Zsófiától, és ez aztán nagyon nagy hatással lesz a festészeti karrierjére és az életére. Holnap visszatérek este 7 órakor, és folytatom innen. Folytatom tovább színjeivel. Várlak akkor is szeretettel.